Köszöntöm nézőinket, mezőgazdasági magazinunkat látják, műsorunkban a vidék életéből mutatunk ízelítőt, tartsanak velünk. Mikkalon rendezte idén a Diana Vadászhölgy Klub 10. vadászbáját, az esten részt vett az Országos Vadászkamara főtitkára is. Pektor János elmondta, nincsenek jó helyzetben a hazai vadgazdálkodók, de mindent megtesznek azért, hogy néhány éven belül talpra álljon az ágazat. A magyar vadhús minősége ugyanis még mindig világszínvonalú. A hagyományokhoz hűen kürcóval nyitották meg a Diana Vadászhölgy Klub idei 10. báját. A klub 2003-ban alakult, azóta minden évben megrendezik a vadászbált, a tombolából származó bevételből pedig finanszírozzák az éves programokat, népszerűsítik a vadászatot és megpróbálják javítani a foglalkozás kapcsán köztudatban elterjedt negatív előítéleteket. És azzal a nem titkolt szándékkal alakultunk, hogy a gyermekek nevelésébe, tanításába részt vállaljunk nőként, illetve a vadászatot érintő negatív közmegítélést javítsunk. Ezt a célunkat az elmúlt 10 évben azt gondolom, hogy nagyon is elértük, mindent, amit meg lehetett tenni, ami tőlünk telhető volt, azt mindent megtettünk. A Bajorországi Vadászhölgyklub elnöke is részt vett a bálon. Renate Weber elmondta, náluk a legfontosabb feladat, hogy nőként képviseljék a vadászkonyhát, ezt átadják a fiatalabb generáció számára, és piacra adják az első osztályú élelmiszert. Magyarországon jelenleg nem könnyű a vadgazdálkodók helyzete, bár az utóbbi 2 évben a fegyvertörvénynek és az egyszerűsödő eljárásnak köszönhetően a magyar vadász is európai lett, mondja az Országos Vadászkamara főtitkára. Éppen azért, hogy a gazdálkodóknak, tehát a vadgazdálkodóknak a helyzetén is javítsunk, éppen ezért megpróbáljuk azokat a jogszabályváltozásokat is elérni, amelyek a vadásztársaságokat, vadgazdálkodókat helyzetét könnyítik, vagy a gazdálkodásukat könnyítik. Éppen ezért most elkezdtük az érdekképviseletek részéről a vadászati törvénynek a módosításának az előkészítését. Pektor János elmondta, néhány éven belül lábra kell állnia az ágazatnak, jelenleg csaknem 1400 vadászterület van az országban, és ennek most jelentős része veszteségesen gazdálkodik. A vadgazdálkodók 5-6 éve nem kapnak állami támogatást, így saját lábukon kell megállniuk. Az Országos Vadászkamara főtitkára hozzátette, nagyon olcsó a magyar vadhús, annak ellenére, hogy világhírű színvonalú, így ezen is változtatni kell a jövőben. A Kulen és más helyi termékek turisztikai menedzselése Baranyában és Baranyában címmel indult pályázat közel 106 ezer eurós támogatásból. A projekt lényege, hogy a drávamenti gasztronómiai hagyományokat összegyűjtse, bemutassa, illetve hogy a térség füstöltáruit népszerűsítse. Újabb határon átnyúló IPA programban vesz részt a Pécs-Mecseki Borút Közhasznú Egyesület. A szervezet ugyanis nem csak a borászokat kívánja segíteni, hanem a régió gasztrokulturális örökségét is ápolni akarja. Ennek az örökségnek a része a Kulen. A Kulen tulajdonképpen egy kolbászkészítmény, tehát ugyanolyan az alapanyaga szinte, mint a mi kolbászunk, hús, paprika, egy kis fokhagyma, bors, só, csak a töltés módja érdekes, mert a úgynevezett katicába, vagy mondják katakönyöke, az egy sertés vakbél tulajdonképpen, abba töltik, és 6 hónapot legalább érlelik, mire fogyasztható lesz. A projektben nem csak a Kulent, mint tradicionális helyi kézműves terméket akarják népszerűsíteni, hanem a hagyományos füstölt árukat is, mint például a stifolder. Mindenre a projektben résztvevők szerint azért van szükség, mivel nem szabad a régi termelési kultúrákat elfelejteni, és az új generációnak is meg kell ismerni a tradíciókat. A Kulen készítésének egyébként Horvátországban van a legnagyobb hagyománya. A projekt során sok olyan programot szervezünk, ahol a tudást át tudjuk adni a magyar partnereknek. Február 23-án indul egy tréning sorozat, ahol egy jágodnyáki hántesmester fogja ezt a gyakorlatban bemutatni. De lesz olyan előadás is, ahol egyetemi professzor fogja átadni az elméleti tudást, hogy hogyan készül egy jó kulen. A projektben egyébként külön a Kulen számára egy védjegy rendszert is kidolgoznak, amelynek a minőségbiztosításban lesz nagy szerepe. 57. alkalommal tartottak a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének szervezésében meccési bemutatót és szaktanácsadási napot a Baranyai megyeszékhelyen. A program célja, hogy a gazdáknak megmutassa a legújabb technikákat és kutatási eredményeket, amelyekkel később befolyásolni tudják majd a termésmennyiséget. Ki kell választani azt a vesszőt, ami a legegészségesebb, legjobb helyzetű, ceruzavastagság körüli, és azt tudjuk meghagyni a leendő törzs kialakítására.
Rengetegen voltak kíváncsiak a Pécsi Tudomány Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének metszési bemutatójára és szaktanácsadási napjára. Itt ezt mindenképpen, ezt a részt rövid csappal metszük. A következő résznél a hosszú termőalap, a hosszú csapot hagyták a termőalapon, most akár a következő termőalapon is tudom ezt biztosítani. Mondjuk egy ötrügyes hosszú csapot hagyok. A metszlapot ugye ellentétes oldalra lejtettem, de hát ez már tudott, hogy a könnyezési nedvnek vakítsa ki a rügyet. A program, amelyet idén rendeztek meg 57. alkalommal, azzal a céllal indult, hogy a gazdák területre és fajtára vonatkozóan megfelelően alkalmazzák a metszési módszereket. A fajták biológiai genetikai tulajdonságában nagy különbségek lehetnek. Gondolj egy házsevelőre, amelynek akár félkilós fürtés lehet, vagy gondolj a szürkebarátra, amelyik 8-10 g-os csak a fürtje, akkor más rügye mellettenként a termékenység. Tehát mind-mind befolyásolja az, hogy hogyan lehessen egy fajtával sikeresen bánni. A fórumon a szakemberek bemutatták az intézetben folyó munkát és a kísérleteket is. A Pécsi Tudomány Egyetemen az idén tavasszal még egyszer fognak metszési bemutatót tartani, ősszel pedig az új szőlőfajták bemutatására kerítenek majd sort. Egyre több tavaszi növény bimbózik már a pécsi botanikus kertben. A téltemető például már napok óta virágzik a parkban. Ez is jelzi, hogy talán közeledik a tavasz. Néhány héten belül pedig a narciszok is virágba borulnak majd. Már nem csak az üvegházban, a szabadban is lehet látni virágzó növényeket a pécsi botanikus kertben. Ez a növény a téltemető, ez a tavasszal legkorábban virágzó növényünk. Eszmei értéke 5000 forint per szál, és nálunk meghonosodott. Eredetileg nem innen származik, hanem mediterrán területekről. A téltemető mellett az illatos hunyor és a jácintok is virágba borultak, néhány héten belül nőnapra pedig a narciszok is kivirágoznak majd, mondja a kertészmérnök. Tulajdonképpen január közepétől, hogyha megfelelően meleg az idő, akkor elkezdenek virágozni akár a jászminok, akár a téltemető, de jellemzően január vége felé virágoznak ezek a növényeink, most pedig már egyre többet lehet látni belőlük. A teltemetőből is hatalmas területek virágoznak, jázminbokraink is vannak, majd a későbbiekben a narciszok is kinyílanak. Ezeket követi majd az ibolya, gyöngyvirág és a tulipán április környékén. A pécsi botanikus kert egyébként különleges elhelyezkedésű, az ország egyik legmelegebb területe, így itt már sokkal korábban kezd ébredni a természet. A sertéstartók nem osztják a kormány optimista nézeteit. A kormány 2017-ig azt tervezi, hogy megduplázza a sertések számát, ezzel szemben már a tavalyi évben is 10 000-es nagyságrendű csökkenés volt megfigyelhető az ágazatban, és ez a tendencia idén tovább folytatódhat. Az ágazat veszteséges és komoly intézkedések nélkül további csökkenés várható, mondta el egy sertéstenyésztő cég vezetője. 2017-ig az Agrártárca tervei szerint megduplázódik a hazai sertésállomány. A jó minőségű magyar sertés alapanyagoknak a kormány a Távol-Keleten és Oroszországban keres új piacokat, és az illetékes miniszter szerint nagy rájuk az érdeklődés. A sertéstartók kevésbé optimisták, már a tavalyi évben is mintegy 15 000-rel kevesebb koca volt hazánkban, és ez akár 300 000-rel kevesebb malac születését jelentheti idén, tudtuk meg Reibling Józseftől, a Dunahíp Kft. Ügyvezetőjétől, aki szerint a kormány szándéka nagyon jó, de sok feltétel szükséges a kitűzött célok eléréséhez. A legfőbb gond az, hogy egyenlőre a sertéságazat az veszteséges, tehát a ráfordítások nem fedezik a zárbevételt. Addig, amíg ez a tendencia fennmarad, addig nem várható az, hogy a sertéságazat létszámban vagy eredményben növekedni fog. A másik gond az, hogy a jó minőségű magyar sertésre itthon nem igazán van fizetőképes kereslet, mondta el az állattenyésztő cég vezetője. Részben talán emiatt is szeretne a kormány a keleti országok irányába piacokat nyitni a magyar sertésnek, ám az exportálásnak is számos feltétele van rá Ibling József szerint. Pillanatnyilag a sertés ágazat lefelé menő tendenciát mutat, mint mennyiségben. Minőségben ugyan megfelelő a magyar sertés, de nincs megfelelő árualap. És addig, amíg nem lesz megfelelő árualap, addig azt hiszem, hogy nem fogunk tudni érdemben a keleti piacokon megjelenni. Az ügyvezető szerint az ágazat számára az egyik legnagyobb segítség az lenne, hogyha a föld alapú támogatásokat meg lehetne osztani a növénytermesztők és az állattenyésztők között.
Növekvő ellátási költségek, csökkenő ár, ezzel kell számolni a 2013-ban egy magyar méhésznek. Szakértők szerint az ágazat óriási versenyhátrányban van a nemzetközi, főként ázsiai piaccal szemben. A méhészet ma már egyre nehezebb kenyér. Ebben a tartályban lehet betenni egy nagyobb mennyiséget. A méhészethez szükséges eszközök, mézből készült termékek, szinte mindent meg lehetett venni, aminek köze van a méhészethez és a mézhez a 9. tavaszváró méhésznapon Szekszárdon. Az évente megrendezett programon azonban nem csak az újdonságokkal találkozhat az érdeklődő, hanem az ágazatot érintő legfőbb problémákkal is. A rendezvény díszvendége a 111 ország 7 millió méhészét tömörítő Nemzetközi Méhészek Szövetségének elnöke, Zsirátja azt mondta, 5 fő probléma van, amely a világ méhészeinek munkáját nehezíti. Magyarországgal kapcsolatban kiemelte, egyre nagyobbak a méz előállítási költségei, ami súlyos gondot jelent. Az üzemanyagárak egyre magasabbak, ez a legfőbb gond. Mindemellett pedig állandóan jelen van a piacon a sokkal olcsóbb hamis méz, amely leszorítja az árakat, így a méhészek nyeresége folyamatosan csökken, mondja az elnök. A hazai 15 ezer méhésznek nagy gondot jelent az is, hogy az itthon megtermelt méz 80%-át külföldön értékesítik. Tehát a legtöbb méhész a világpiaci árhoz igazodik, ahhoz az árhoz, amit azok a méhészek alakítanak ki, még országokban nagyon sok mézet termelnek. És teszik mindezt nagyon olcsón, így Ázsia és Latin-Amerika komoly konkurenciának számítanak. Az egyik termelő is megerősítette, hogy egyre nehezebb kenyér a méhészet, még úgy is, ha itthon értékesíti a terméket. Egy kiló méz ára átlagosan 650 forint. Ha a vándorlási költségeket minden felszámolok, akkor nem sokkal vagyunk az előállításba alatta. 50-60 forint körüli ár marad meg a 600 forint. 650 forintos árnál. A nehéz helyzet ellenére hazánkat egy súlyos probléma a méhész társadalom előregedése nem érinti. Szakértők szerint világviszonylatban is figyelemre méltó, hogy Magyarországon egyre több az ifjú méhész. A Duna jelenlegi szabályozatlansága milliós károk egyenes következménye lehet, hiszen így a folyami hajózás szinte teljes mértékig a folyó éppen aktuális vízszintjétől függ. A Duna magyarországi szakasza a hajózás szempontjából amúgy is sötét volt, hiszen a folyó hazai részén egyetlen duzzasztó sincsen. Nem csak a mezőgazdaságban dolgozókat érintette hátrányosan a 2011-12-es őszi téli asszály. 2011 második fél évében szinte teljesen leállt a folyami hajózás is a Dunán, amelynek egyik legfőbb oka a folyó alacsony vízszintje volt. Sági Tibor, az egyik folyami gabonaszállítással foglalkozó cég ügyvezetője úgy fogalmazott, egyszer hajózható a Duna, egyszer nem. Szerinte a helyzeten egyedül csak egy duzzasztó mű kiépítése segíthetne. Az mindig megfelelő szinten tartaná a vizet, így a szállítás nem függne az aktuális vízszinttől. Ha innen elindulok Paksról és elmegyek Rotterdamig, hogy a Duna-Majna és utána aztán a csatornán és a Rajnán, akkor a hajósok 66-szor zsilipelnek, tehát 66 zsilip van Rotterdamig. Magyarországon pedig egy sincs, milliós károkkal vagy éppen ráfordítással járhat az, ha egy átlagosan 2000 tonna befogadó képességű hajó helyett kamionokkal kell szállítani az árut, azért mert a Duna éppen nem hajózható. 2000 tonna az 80 valahány kamiont jelent, az 80-valahány ember, rengeteg sok gázolaj, úgy számoltuk, hogy körülbelül 20-25 szörös energiaköltséggel jár ez. Egy duzzasztó mielőbbi kiépítését Horváth István is sürgette egy a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökével tartott egyeztetésen. Az országgyűlési képviselő szerint stratégiai és nemzetgazdasági kérdésről van szó. Jelen pillanatban több víz folyik ki az országból, mint amennyi befolyik, tehát én azt gondolom, hogy ez a mai klimatikus tényezőket figyelembe véve ez luxus, tehát minél előbb a Duna víz készletét az öntözésre, illetve az állapotát meg hajózása megfelelő módon kell kialakítani. Szakértők szerint egy duzzasztó mű megépítésével a dunai hajózás évtizedes problémái oldódhatnak meg, emellett pedig megszűnhetne a hazai folyami szállítás verseny hátránya. Ha a medvehagymát összekeverjük a gyöngyvirág levelével, akár mérgezést is okozhat. Szakértők azt tanácsolják, hogy minden leszedett levelet vizsgáljunk meg, mielőtt fűszerként használjuk. A medvehagyma várhatóan egy hét múlva éri el megfelelő méretét. A növény nem ismeretlen a gyógyászatban, javítja a keringést és csökkenti a koleszterin szintet. Az elszáradt avar közül már számos helyen előbújt a medvehagyma.
A mecsek több pontján már előszeretettel szedik ezt a fűszernövényt. Íze, illata és aromája miatt már több száz receptben alkalmazzák a medvehagymát. A harmadéves gyógyszerész hallgatók keddi órájukon a medvehagyma hatóanyagát vizsgálták. A feladathoz mindenki saját magának hozott növényt. A sípályom mellett ott, ahol nagyon sok hóvirág nyílott, ott valószínűleg kommenzalizmus megjelennek együtt a medvehagymával, de még nagyon kicsik, úgyhogy még annyira nem érdemes szedni. Április és május környékén virágzik majd a medvehagyma. Fontos azonban, hogy virágzás előtt szedjük le, és ne tévesszük össze a gyöngyvirággal. Már Pécsen is sajnos előfordult ezzel kapcsolatban mérgezési eset, hogy a gyöngyvirág levelei mérgezőek. A medvehagyma már régóta ismert a gyógyászatban, étrendbe illesztve javítja az emésztést és tisztítja a vért is. Vér lipid szint csökkentő és koleszterin szint csökkentő hatását is leírták, tehát gyakorlatilag minden olyan betegséget, amelyek elsősorban szív- és érrendszeri problémákhoz köthető, egy érelmeszesedés gátló hatását is már leírták. Aki medvehagymát szeretne szedni, bizonyos szabályokat be kell tartson. A medvehagyma szedését a nemzeti parkok már korábban limitálták. Egy ember egy nap kizárólag 2 kg medvehagymát gyűjthet az erdőkből. Aki ettől többet szeretne leszedni, annak engedélyre van szüksége. Tavasszal több lehet a vadkár. Pécsett az erdők közelsége miatt eddig is sok volt a vaddisznó, a tavaszi időszakban pedig még több járja majd a kerteket, mondják a vadászok. A városban vadkár elhárítási tervet dolgoztak ki, melynek során megpróbálják csapdával befogni a lakott területre tévedt állatokat. Vaddisznótúrások a pécsi Gyükésváros részben, közvetlenül a házak és kertek mellett tucat számmal találunk belőlük. Lukács Jánosnak a környéken van kertje. Ő azt mondja, neki is sok gondot okoznak a vadak. Azzal okozzák a legnagyobb kárt, hogy tönkreteszik a kerítést, feltúrják a gyepet, olyan mély gödröket ásnak. De tönkreteszik a veteményest és megeszik a gyümölcsöt is, teszi hozzá Lukács János. Ilyen és ehhez hasonló nyílásokon jutnak be a kertekbe. A pécsi Hosszú Cser vadászegylet munkatársával egy a keleti városrészen kihelyezett csapda felé tartunk. A befogó helyet a házak sűrűjében találjuk. Azért itt, mert a vaddisznók eddig merészkedtek, mondja a vadász. Van egy kötél és gyakorlatilag egy kioldó szerkezet, megelöki ezt a biztosító szerkezetet, és abban a pillanatban lecsukódik a csapajtó, és ami bent tartózkodik, az fogva kerül. Pécsett 2 ehhez hasonló csapdát helyeztek el. Október óta 12 vaddisznót fogtak be, és 53-at sikerült elejteniük. Ennek ellenére tavasszal még érhetik meglepetések a kerttulajdonosokat. Még nagyobb lesz a károsítás, mikor elkezdenek a kimenni a tulajdonosok, művelni a kerteket, ezek a frissen feltört kertek, ezek mágnesként vonzák le a vadat. Ráadásul az állatok szaporodási időszaka is az elkövetkezendő hónapokban várható. Ilyenkor pedig még több vaddisznó próbál bejutni a kertekbe, élelmet keresve. A kerítések megerősítésével, azok tövének rögzítésével megelőzhetjük a bajt. Nem csak egészséges, de még a fájdalmat is csillapítja. Csípős paprikából készül a legújabb fájdalomcsillapítószer. A kutatást évtizedekkel ezelőtt Szolcsányi János pécsi professzor kezdte el. A kapszaicin nevű készítmény, mely a csípős ízért felelős, közvetlenül az idegvégződésekre hat, így hatásosan csillapítja a kínzó fájdalmakat is. Ezeken az egereken egy készítmény hatásosságát vizsgálják. A kísérlet lényege, hogy az egér farkát egy tartályba lógatják, majd azt melegíteni kezdik. Amikor az állatnak már kellemetlen a forróság, akkor, ahogy a felvételen is látszik, kirántja a farkát. Ez az egér 47 fokig bírta a meleget. Ez az az egyszerű módszer, amivel meg lehet határozni, hogy melyik az a hőmérsékleti küszöb, ami fáj egy állatnak. És ha kapszaicinnel előkezeljük ezt az állatot, akkor napokig, hetekig ez a hőküszöbe emelked. Vagyis a szer hatására jobban bírja a fájdalmat, pontosabban nem is érzékeli. Ez a másik kísérlet is a fájdalom küszöb mérését szolgálja. Itt tompa tűvel szúrják meg az állat talpát, amely a szúrást érzékelve azonnal elrántja a lábát. Ha azonban kapszaicint kap, akkor jobban elviseli a fájdalmat. A kapszaicint csípős paprikából nyerik, ez az az anyag, ami a paprika csípőségért felelős. Hatását Pécsett kezdték el kutatni. Szolcsányi professzor évtizedek óta vizsgálja, hogy milyen hatással van a fájdalomra a készítmény. Az a sejt, amelyik érzékeny a kapszaicinre,
abba bemegy a kalcium, és piros színűvé válik. A kapszaicin közvetlenül az idegvégződésekre hat, ezért lehet új fejezet a fájdalomcsillapításban, mondja a professzor. Nem volt egyetlen egy olyan gyógyszer sem, amit a patikába venni lehetett volna, amelyik a fájdalomérző idegvégződések működése révén csillapította volna a fájdalmat. Most ez volt az az alapkutatási ötlet, ami miatt nagyon régen én ezt elkezdtem. Azóta több készítmény már meg is jelent a piacon. Az utóbbi években több mint $1 milliárd költött a világ gyógyszeripara a szer kutatására. Pécset pedig a csípős paprika egy újabb, szintén jótékony hatását kezdték el kutatni, mégpedig azt, hogy hogyan hat a kapszaicin a gyomorra. Mezőgazdasági magazinunkat látták, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!